Van-e élet a szülés után? Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Létezik-e véd húsleves, rántott hús és gyomorgörcs nélkül? Meg annyi remek kérdés, amelyekre akár válasz is érkezhet, ha megnézik a Hogyan értsük félre a nőket kettő című végjátékot, amely holnap este lesz Kolozsváron az Auditorium Maximumban. Hölgyeim és hölgyeim, Csányi Sándor! Szép napot kívánok! Szeretettel üdvözöllek! Annyira könnyen kimondta ez az auditorium maximum. Én háromszor, négyszer neki futok, mire egyszer összejön. Auditorium maximum. Most már fél órája beszélek, ez azért segít. Ja, igen, amikor könnyebb. A nőkről újat mondani... Nagy kihívás. Azt hiszem, már mindent elmondtak rólunk a történelem során, és ezt nem veszük feltétlenül rossz néven. Hogyan Fogható meg ez az örök téma most, 2023-ban egy vígjátékban? Hát, és ugye tulajdonképpen megnézzük a, a történetről, hogy minden, minden erről szól. A férfinő nő viszonyról szól, vagy a hatalomról. Minden történet erről szól, a görög drámáktól elkezdve mindig erről szól de mert ez érdekli az embereket valójában, hogy hogy lehet együtt élni a feleségemmel, akit nagyon szeretek, de rettenetesen idegesít. Tehát tulajdonképpen nekem is ez az, ez az örök témám, ez az, ami rettenetesen érdekel. Hál' Istennek azért feleségem úgy szolgáltat anyagot rendesen, tehát hogy a, a, az első részben is sok van, ami, ami így belőle, belőle, nyilván ez nem egy az egyben van, hanem mond van, és azt kicsit átalakítom, de hát szerintem ez tulajdonképpen ez, kifogyhatatlan. Tehát a, ez a férfinő viszony, ez tényleg egy olyan, hogy itt ja, nem is a férfinő viszony, hanem ez a férfinő közötti különbség hogy, hogy mindig újat és újat fedez fel az ember, hogy miért ilyen vannak ezek az alapvető különbségek, hogy a férfi racionálisabb, a nő emocionálisabb, a nő többfele tud figyelni a férfi egyfele. De ugye ezen kívül még rengeteg minden van, amik, amik szerintem nagyon izgalmassá, meg szépé teszik ezt a dolgot. Én valahogy mindig találok újat. Tehát, hogy pont a régen, most ugye írom a második részt, hogy most már, most már befejeztem, de amikor írtam, akkor nagyon izgalmas volt, hogy beszélgettünk, összevesztünk, elkezdett színi. és akkor várj egy picit, várj egy picit, igen, mi, mi, vagyok még, milyen vagyok még, olyan is vagyok, nagyon jó, nagyon jó. és hát ez egy mérkesen mondott, nagyon jó. De az, az hogy egyen... mennyire engedte meg, hogy belevidd a darabba a most ne beszéljünk hálószobatitkokról, hanem inkább a, a, mindennapi életeteket, a konyhát, az előszobát, a fürdőt. Hát, a, nem, tehát hogy tudnék, ez nem a mi életünk valójában, anyóson fél nagyon. barátaink <laughs> egyrészt, másrészt meg az anyukájával mi együtt élünk. Tehát mi úgy együtt, hogy van két háza a telkemből, és akkor az a réka anyukája fönt lakik, és ebben van egy ilyen blokk, ami mi, mi történik akkor, hogy anyuka oda költözik hozzánk. És szegény Klári retteg nagyon, hogy mit fogsz mondani. <laughs> Ugye nem rólam fogsz beszélni. Már nem, megint nem, elmondod. <laughs> Igen, de nem róla van szó egyáltalán. Télek ez egy, egyébként ez egy érdekes téma, tehát a házasságon belül ez egy, ez egy ilyen blokk, hét blokkra van osztva az előadás, és ez egy tök izgalmas dolog, hogy miért hogy oda költözik az anyuka merő jó szándékkal, szeretettel. Ugye van ez a mondás, hogy azért hívjuk anyukát, hogy szüksége van a segítségükre, vagy a segítségére szükségünk van, tehát nem a tanácsaira, hanem a segítségére. És ez egy fontos különbség. Ah. És, és, hogy valakiből akkor lesz nagymama, amikor megtanulja, hogy minden mondat elé oda kell tenni, az én nem akarok beleszólni, de... Tehát minden mondat így kezdődik, és ez valahogy ez, hogy hogyan tehát egyrészt ismerős, másrészt meg az embernek ez egy, ez egy izgalmas kihívás, mert egyrészt ugyan nagyon szeretjük a, a az anyukát, másrészt nagyon sokat segít, de hát együtt élni az mégiscsak baromi nehéz. Tehát, hogy az ember a feleségével más viszonyban van, mint mondjuk a felesége anyukájával, és, és onnantól kezdve ez egy kicsit változik a viszony, hogyha ő is ott van. És nagyon nehéz az, hogy hálás is vagy, szereted is, de közben van plusz egy, plusz egy nehézség, plusz egy, egy, egy feszültség a, a, lakásban, mert ő másképp akarná, és hogyha ő nagyon nyitott, és tényleg egyébként most minden izjén, akkor a rékanyukát tényleg elképesztően helyes, és nagyon figyel arra, hogy együttműködjünk, és hogy jó legyen, de akkor is nehéz két generációnak együtt élnie. De a humor adott esetben lazíthat euh, éppen ezen a viszonyon, vagy belevihet valami pluszt, amitől. Hát tulajdonképpen ez a lényeg az egésznek, ugye. hogyha az ember elmegy, és meglátja ugyanezt a színpadon, és azt látja, hogy több száz ember együtt nevet azon, ami az ő problémája, akkor hirtelen azt fogja érezni, hogy ez nem is olyan, nem is olyan örületes, nagy baj, és hogy máshol is van ez, és hogy bár ez idegesít, de nem vagyok ö, teljesen el, elrontott gazember, mert ez mást is idegesít, és más is nem lehet rajta, és ez egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen terápiás jellegű dolog. A, hogyan értsük félre a nőket első részét, több mint 400-szor, közel 500-szor játszottad már. Ennek a darabnak nem csak, nem csak az előadója, hanem a szerzője is vagy. Mire számítottál, amikor ezt úgy kitaláltad? Számítottál-e arra, hogy lesz második uh, része? Hát igaziból nem, én nekem úgy volt, hogy a, a, a művészeti vezető voltam a tárjában, és ott... Uh, uh, tehát egy normális színházban van egy nagy színpad, meg egy stúdió. Nálunk volt egy nagy színpad, négy stúdió, tévéjátékok, rádiójátékok, három, vendég, három fesztivál, tehát rengeteg-rengeteg munka volt, és tényleg reggel 8-kor elindultam, és este 11 volt, mire hazértem minden nap, hétvégén, hétköznap. És tulajdonképpen egy hétfőn eldöntöttem, hogy felmondok, és szerdán felmondtam. És csütörtökön. Hogy... Igen, és csütörtökön jutott eszembe, hogy várj, viszont nem jutott eszembe, hogy miből fogunk élni. Tehát az, hogy valahogy a nagy, nagy lendület az, hogy kifelejtett, hogy valamiből meg kéne élni. És akkor gyorsan megírtam ezt az első részt, ezt a hogyan ne félre a nőket. Gondolom, már ott motoszkált azért a gondolat ahhoz, hogy gyorsan megírjad, kell legyen valami. Igen, alapvetően, az az, alapvetően úgy élem az életemet, hogy mindig van nálam. Tehát, hogy hogyha vagy a Rékával beszélgetünk, vagy ha nekem egy eszembe jutom, akkor azokat felírom. Kálmán volt ilyen egyébként. Igen? Igen. Neki is volt már ilyen kis pendrávja, hogy ilyen érintőképpen is telefonja. Valami hasonlóra írt, igen. Igen, több, több, íróról is mondják, vagy rendezőkről hallottam filmet, hogy, hogy jegyzetelget. Később érdemes visszanézni, javarésze teljesen vacak meg sem. Ott akkor hirtelen nagyon forradalminak tűnik, és akkor felírom. De, de nagyjából ezekből épülő egyébként föl a, aztán az egész. is van olyan, hogy van egy pici ötlet, és akkor akkor, tehát például ez az anyukás dolog is egy ilyen, egy ilyen vízből indult, ami, ami köztünk volt, és, és, akkor ekköré csoportosult az egész. Tehát ugye csak eszembe jutott, hogy ez ilyen fura, hogy alulról korlátozzuk a netet, hogy fölülről miért nem. Tehát 80 fölött bizonyos dolgokat már nem lehetne a nagymamáknak olvasni. Tehát nem lehet mondjuk reformrecepteket olvassanak, nem olvashatnak reformiskolákról, meg ilyen fantasztikus állás lehetőségekről, mert, mert, megőrítenek minket. Tehát, hogy legyen az, hogy olvassanak mindenféle ilyen gyerekszájtörténeteket, történeteket, nem tudom, miket, ahogy a gyerekeknek úgy 80 fölött is kéne. Nem vagy piszi. <swe�> <swe�> Egyáltalán nem, de én csak az, a, a, hogy az életbe maradás érdekében mondom, hogy sokkal könnyebb lenne az élet, hogyha ők nem ők, ők is a ők 80 pluszos dolgokat olvasnának, mi meg az ilyen 30-40 pluszosokat. Muszáj idézzek. Amikor a nő feltesz egy kérdést, szeretne választ kapni, de nem biztos, hogy arra, amit kérdezett. És még egy, amíg nem tudsz bocsánatot kérni úgy, hogy fogalmat sincs, mit csináltál rosszul, ne nősülj meg. Hát ilyenek vagyunk. De ez a nőkre is igaz. Tehát a nöknek is, hát a, a nökre nökre is akkor érdemes, akkor érdemes megnősülni, hogyha ő is tud bocsánatot kérni hogy tudna, hogy, hogy mi történt, vagy hogy mit, mit ottál. Én szerintem ilyenek, de hogy mentett az egész, azért mégiscsak arról szól, hogy én rettenetesen szeretem a nőket, és hogy az egészet azért áthatja az, a, a szeretet, meg, a, meg, az elfogadás, és hogy pont volt egy ilyen, hogy az annyira a PC fele halad a világ, hogy lehet-e bármit beszélni a nőkről, amikor mindenki ilyen Jó, merev görcsbál, hogy ki lehet-e mondani bármit, de szerintem azért a kommunikációnak a nagy része az nonverbális. Tehát azt tudjuk, hogy az a mondat, hogy jól nézel ki, az 18 különböző hangsúlyjal, 18 különböző helyzetben 18 különböző dolgot jelent. Az lehet sértő, lehet megalázó, lehet kihívó, lehet szexuálisan provokatív, lehet rettenetes, jóindulatú, lehet dicsérő, pedig ugyanazt a szót használjuk. De az, hogy hogy mondja az ember, és hogy hogy találja, az szerintem nyugodtan lehet. Én, azt, én szerintem az a művészet vége, hogyha nem lehet viccelni, és ez a férfinő viszonya, tehát hogy na, ez nem mégse kisebbségről vagy, 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 vallásról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy hogy élnek együtt emberek. Szerintem, hogyha ha elveszítjük a humorérzékünket, akkor az egésznek nincs értelme. Tehát, akkor... És a művészetnek ezt a bizonyos szabadságát. Hát igen. Ez egy stand up -szerű, személyes előadás. Hm. Mi inspirált benne először? Beszéltél arról, hogy a feleséged, a szerelem, a családi élet. Mi az, ami még bejött? Hát tulajdonképpen azért volt egy időszak, hogy a Covid alatt az volt a baj, hogy én nem jártam el előadásokra, és akkor otthon beszéltem marhasokat, és az már borzalmasan idegesített mindenkit, és mondtam, hogy Sanyi, menjen inkább szerepeljél, mert ez nem lehet már végig hallgatni. Tehát, hogy ráadásul én ugyanazokat mondom, csak azokat úgy javítgatom magamba, és megőrülnek tőlem. Leginkább ez a kényszer volt, hogy ne, ne, ne otthon mondjam. De hát őrületesen izgalmas szerintem egyébként ez az egész, egész együttérés, tehát a gyereknevelés lett volna még egy ilyen tervezet, hogy ez a harmadik rész, rész lesz, ami maga a maga gyereknevelésről szól. De az is örületesen izgalmas, hogy a, 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 a vegán anyukák, a, 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 tudós anyukák, a konzervatív anyukák, a modern anyukák, tehát hogy ezek, és, közben egyébként maga a játszótér, ami szerintem egy háborús övezet. Tehát ott egy normális anyuk, hogyha beteszi a lábát, ott azért rettenetesen vigyázni kell, hogy mit mond a többi anyuka előtt, mert, mert kinyírják ott. Beleolvastál te valaha anyukat csoportokba? Nem, soha. <laughs> <laughs> igen, de valami ilyesmit. Ha egyszer hogy igen. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogy mennyire saját szöveg mindaz, amit ott hallhatunk. Azt tudom, hogy sok mindenki, akár versek is inspiráltak abban, hogy, hogy ezeket hogyan írod meg, hogyan szerkezted össze. A, ez teljesen saját egyébként, tehát mindent én írok, de például volt, hogy már ment az előadás, hogy a 200 zolahányat játszottam belőle, és volt ilyen Pilinszki. Hát én interjú kötött, azt hiszem. És hát ugye nyilván az a Pilinszkek elképesztő érdekes gondolatai vannak, és eszembe jutott, hogy ezt egy stand be lehetett tenni. Be lehetett tenni Pilinszkit egy stand-upba, és tudod, hogy simán. Simán, mert, mert, nagyon, nagy, most nagyon lehet, hogy nagyon jó bombókat mondta. Te, tehát van egy, ez egy versből van, hogy kimondhatatlanul jól van, ami van, minden tetőről látni a napot ez egy olyan mondat, hogy bárhova be, be lehet tenni, mert nagyon-nagyon pontosan megfogalmazott, nagyon tiszta, koncentrált gondolat, és pontosan érthető, hogy mit akar mondani. És itt meg van egy, az első egy, egy József Attila vers, és itt meg találtam egy nagyon szép Pirinsky verset, egy nagyon rövid és nagyon fabula címet, tehát mese, tehát egy, tényleg egy ilyen meseszerűen nagyon érthető, a Pirinszkinek nem a, nem a nehezen érthető és nem a vallásos vagy a, vagy a, a háborús történetei, hanem, a, hanem ez a nagyon egyszerű mese, tulajdonképpen szerintem Jézusról, de egy ilyen farkas szemszögéből meséli. Nagyon szép vers, és az derült ki, hogy boldogok az emberek, tehát simán meghallgatják. Ne legyen mondjuk 15 perc hosszú a vers, mert akkor elveszítik a figyelmüket, de egy ilyen két perces verset simán be lehet tenni a viccek közé. Belekapaszkodnék egy picit ebbe, hogy elveszítjük a figyelmüket. Magadban állsz ott a színpadon, saját szövegeddel, mindazzal, amit egyedül kreáltál. Valljuk be, akár Kis, mondjuk két személyes támbal dolgozni is nehéz, olyan szempontból, hogy nem tudod, hogy mi lesz a végeredmény, nem túl sok visszajelzésed van. Hogy mertél ebbe belevágni? Illetve mit csinálsz akkor, ha nem jön a visszajelzés? Akkor gáz van. <tos> <tos> Arra nincs béter. Tehát, hogy ha bukunk, akkor bukunk. Tehát, hogy ma lementünk kétszer, és uh, egy lassan egy hónapja mondogatom a, a művelődési házba, üre, a pincébe, az üres székeknek, Szóval drámát is nagyon nehéz egy üres nézőtérnek eljátszani, de ugye én azt játszom, hogy beszélgetek a nézőkkel, tehát nekem, ha játszik két ember együtt a színpadon, mindegy, hogy hol vagyunk, mert egymásra koncentrálunk. Ha sok szereplő van, akkor még inkább egymásra figyelünk. Egyedül állni és beszélni az üres nézőtéret, és vicceket mondani az üres székeknek, akik az Istennek se nevetnek. Előbb fordult már? Hogy felnevetett a szék? Hát, hogy nem. <laughs> nem. hogy senki sem nevetett. Pedig úgy érezted, hogy kéne. Volt olyan, ez viszont, voltak ilyen céges rendezvények, és volt olyan céges rendezvény, hogy eljöttek egy szállodába, és mondtak, hogy a szálló vendégeknek kell, és az egy nagyjából olyan 200 főre számítottam, és kiderült, hogy nem, hanem de akkor már nem voltam. Külön terem, és egy cég foglalta az alkalmazottaknak, akikből eljött kilenc. És egy nagy terembe kilenc ember, világos is szeretném megbántani őket, Szerintem egy sem volt szomjas már, viszont mindegyik nagyon ment volna vissza a vacsorából még inni, de a, lejött a főnök, ezért nekik is ott kellett ülni, és azt a mérhetetlen kint, amit hogy itt kell ülni, és az Isten egy óra, és nem lehet inni egy korcsot, és már, már ott van még a kibontott üveg perség az asztalon, és ez nagyon nehéz volt. Tehát, hogy, és viszont akkor az de nem hogy most kell nagyon megfogni őket. Tehát most kell valami iszonyatosan jót csinálni, és elkezdtem beszélgetni velük, meg úgy valahogy, valahogy bevonni őket az egészbe, de nem lett jó. Tehát hogy nagyon küzdöttem, de nem lett jó. Úgy tudom, hogy további terveid is vannak, ahogyan értsük félre a nőket produkciókkal, filmben gondolkodóan? Hát igen, azért nekem nagyon közegem a film, hogy én nagyon-nagyon szeretem, és ez nagyon, nagyon jó lenne valami olyasfajta volt csinálni, mi most már ezt a safety próból most már kinőttem, meg kiöregettem, de hogy, hogy, erről a történetről én szívesen beszélnék filmben. Csak az meg kéne írni, a két részt össze, összevonni egybe, és akkor elkezdeni pályázgatni vele, de ez a, hát szerintem az jövőre, hogyha minden jól hogy akkor ezt megpróbálom, igen. Addig is a, lássuk a második részét, a, hogyan értsük félre a Nőket című produkciónak. Holnap este 7 órától Kolozsvár Auditorium Maximum. Ismét kimondtam. Igen, vasárnap. <laughs> <laughs> <ugye, koncentrátam, gül> jó volt. <laughs> vasárnap Marosvásárhelyi Kultúrpalota, lesz Sepsiszentgyörgy és Szereda is. Igen. Egy kis erdélyi turné. Remek közönséget kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Csányi Sándor, köszönöm. Köszönöm szépen.